következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Elindítjuk a Millás reggelit ma is. A június 12-én pénteken 6:30 után 1 perccel itt a 90.9 Jazzy Rádion. A stúdióban Ács Gábor. És Gede Balázs. És 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Egyelőre azt nézem, persze lehet, hogy elkerülte valami a figyelmemet, de mintha még a koránkelők sem írtak volna nekünk üzenetet. Hú, az gyanús. Ez nagyon gyanús egyébként, már rendszerhibára gyanakszom, és hát nézd, nem. Most jött meg Richard üzenete. Jó reggelt, M3-as bevezető a Szőnyi útnál már gyűlik Ricardo, bocsánat. Úgyhogy kérem szépen, tessék felkelni. Egyébként a befele jövett a Balatoni út, Alkotás, Bakcsomó pont, nekem az is olyan gyanúsan üres volt. Nagyon most igen, most minden lehetett igen. Jönni, úgyhogy lehet, hogy ezt a pénteket már úgy gondolták a kedves munkát vállalók, vagy máskor korábban kellők, és munkába indulok, hogy ezt kihagyják. Annál is inkább a nyári szünet van. Igen. Papíron nem, de én kettő gyerekemmel is hasonlóképpen jártam tegnap, hogy na és akkor tanultok még? Hülye vagy. Ja. Utolsó héten. Ja, bocsánat, én még úgy tudtam, hogy ez a hét ez még valahogy oda tartozik, de most de már nem, a, nem, most már a bizonyítvány osztáshoz tartozó első nagy bandázás szervezése na. Van folyamatban, akkor találkozhatnak majd hát a nagy részükkel, osztálytársak nagy részével először és a nyár előtt lehet, hogy utoljára, úgyhogy most próbálnak egy kis bandázást mellé tenni, hogy akkor legalább most az egyszer találkozhassanak a nagy távoktatás, digitális oktatás közepette a gyerekek. Uh-huh. Érdekes. De hogy már aztán azt is megtudtam, hogy már hétfőn le voltam zárva mindenből, meg a hasonló olyan gyerekszájak. Rojtos szivat minket, hogy valamiről lemaradtunk, azt mondja, hogy a srácok munkaszüneti nap van. Jó, hogy nem ír senki. Mit csináltok ilyenkor a rádióban? Hajlamosak vagyunk elhinni, igen. Úgyhogy... Na, tényleg a forgalom is olyan volt. Abszolút. A szerdán még ugye máshogy láttuk. Mi ugyanarra jöttünk, és valahogy máshogy érzékeltük a forgalmat. Te nagynak, én meg olyan közepesnek, de hát most viszont egyértelmű volt. Igen. Szinte semmi. Feri is írt nekünk, jó reggelt, királyok, itt vagyunk. Nagyszerű, hát ennek örülünk azért, akkor vannak itt, akiknek most már nyártathatjuk a szánkat. Most már elhisszük. Abszolút. 0630 20 10 909, ha valaki esetleg nem tudná fejből. Igen. Zsíróból a számainkat, és a három csatorna, ugyanezen a számon, Viber, WhatsApp, és a jó öreg klasszikus SMS. Ezeken vagyunk elérhetőek elsősorban, de persze az infokukac@millasreggeli.hu oldalt is. Ha nem is állandóan, de azért rá rendszeresen. Így van, mert úgyis egyéb bokból is ránézünk a levelező, vagy a postafiókjainkra, és akkor látjuk, hogyha beérkezik valami. És persze ugye a millásregeli.hu-n és a jazzy.hu-n még látni is lehet minket, sőt, ilyenkor még talán a Facebookon is, ugye az első megszólalás az még oda is kimegy. Sok mindenről beszélgettünk, mert valami egészen őrült, nagy furcsaság történt Amerikában. Egy jó kis szakadás a tőzsdén. Hát ez... március óta, amikor még nagyon nagy volt az ijegység a járvánnyal kapcsolatosan,
azóta nem történt ilyen, úgyhogy majd erre kicsit később visszatérünk. A mértéke volt meglepő, mert ez a március időszak volt, ez a 6-7% elsősorban le, de néha föl, meg ez a 6-10% közötti mérték, szinte napokon keresztül volt egy időszak, amikor minden nap 6-7% fölött esett, csak mondjuk kétszer vagy háromszor le, és egyszer, meg utána max. Kétszer fel. Akkor ez rendszeres volt, és akkor ebből lett az a irragalmatlan, megmagyarázhatatlan, az, jó, megmagyarázhatatlan talán túlzás, de a, csak és kizárólag a jegybank pénz beöntésével megmagyarázható optimizmus, amiről volt szó a műsorban jó párszor. Na ez most egy megszokott ilyen kis tingli-tangli 1% nagy nehezen leszenvedte magádból, egy jókora beöntésbe torkodott, úgyhogy majd erről fogunk beszélni. Ez a 6% visszatért, mondom, március, mi van most május? Hát igen, több mint két hónap után. Igen, hát ugye ez a csárton is jól látszik a gyertyák méretéből, hogy bizony ott a leg sötétebb napjaiban a járványnak akkor volt ilyen méretű esés. Te érezted, hogy rá fog kérdezni, hogy mutatta a grafikon már valamit ebből, hogy ez valaminek az eleje, vagy pedig csak egy aprócska megingás? Nézd, azt lehet elmondani, hogy nem néz ki jól, de majd a tőzsdei összefoglalóban részletesebben is elmondjuk, hogy miért, de kétségtelen, hogy egy lehet, hogy véget vet ennek. Ugye találgatták, hogy ez most egy bear market, vagy egy medvepiaci korrekció, vagy egy új bika, mármint ment a találgatás. Az elmúlt heteknek a... Igen. Sokszor lehetett ilyen... Hát az szerintem eldőlt onnantól kezdve, hogy fölment tettek indexek a tavalyi történelmi csúcsra mentek, miről beszélünk, hogy lehetne már maci piaci emelkedés, hogyha csinált egy nagy V-betűt, azt ment tovább, mintha semmi se lenne a világban, tehát innentől kezdve ránézésre. Nézd, az azért még lehet maci piaci, ugye, mert az ilyen dupla tetők, azok úgy alakulnak ki, ugye, hogy ja, értem. Valahonnan leesik, fölmegy ugyanoda, de azzal a magassággal nem bír az árfolyam, vagy az index, vagy a valami, és onnan lefordul megint. Aha. És ugye az már akkor, tehát ott benne vagyunk egy maci piacban, csak nagyon nagyok azok a mozgások, nem a szokásos nagy esés, kisebb korrekció, megint nagy esés mintát követi. Végül is a 20% megvolt, hogy a mackót ki lehessen kiáltani, és innentől kezdve, hát végül is igen, minek nevezze a kérdése. Sejtettem én, hogy nem fogjuk ezt egy mondatot tudni beharangozni, hát, hogyha egyszer belemegyünk, úgyhogy szerintem most ugorjunk tovább erről a fülről. Most tegyünk oda pontot, igen. És köszöntsük például a névnaposokat, meg a szülinaposokat. Na, meg is nézzük akkor, hogy kiket köszöntünk. A vilőket, kérem szépen, orfeuszokat, cinellákat, csupa érdekes név, ugye a vilő azzal együtt, hogy érdekesen hangzik, azért az egy magyar név. Cinnia, Eta, Etelka, János, Leo, Leon, Letta, Lionel. Mindenki ünnepel ma. De Etelkáknak, Jánosoknak van ennél főbb névnapjuk. Igen, valószínű. A fő névnap az a Villő. Őket mindenképp nagy szeretettel köszöntjük. Na hát, és egyik kedvenc városod alapításának napja. Kérlek szépen, Helsinki megalapítása, vagy legalábbis az országok kedvence, nem tudom, hogy pont Helsinki is oda tartozik-e azon belül. Nyilván vannak azért jobb helyek. Érdekes. Maga Finnország, ott mindig magyarázkodni kell, valahol érthető módon, ha valaki járta arra, tehát mert simán azt lehet mondani, hogy hát uncsi. Uh-huh. Nincs ott semmi. Uh-huh. És valóban tényleg nincs, és sose akarok magyarázkodni, csak valahogy egyszerűen az a végtelen nyugalom. Én szeretek kiülni egy hegyre, vagy egy egyszerű kis dombra is. Van egy pad, ahova visszajárok, hogyha Tampere felé járok, akkor mindig van egy domba város között. Tehát a városnak a rózsadombja lehet, mert rengeteg tóra néz, és ott láthatóan szebb házak vannak, meg jobban karbantartott ház, oda szépen kiülni, és úgy érezni azt, hogy itt nyugi van, és mindenki jó fej. Hát és igazából nem olyan tudom megmagyarázni. Nyilván számít a nyelv, számít az, hogy a finnek nagyon szeretik a magyarokat, és tényleg ezt teljesen komolyan veszik, és igazából nem nagyon sok olyan hely van a világon, ahol fölcsinál az embereknek a szeme, hogyha magyarokkal találkoznak, és tényleg ez Finnországban ilyen, persze ez is benne van. Persze a ravasz turista csalogatóknál, ugye, ja, hát persze. Munkaköri, ja, hát kötelezettségből. Isztambulba persze, tehát mindenki beszél magyarul a bazár környékén, igen, és egészen elképesztő módon tudják úgy előadni, hogy azt a 10 szóból álló szókincset, mintha folyamatosan lökjék. Zseniális, egészen elképesztő. Na mindegy, egy másik történet. Szóval
tényleg nem... tehát nehéz bármi magyarázatot fűzni hozzá. Egyszerűen ott az ember, fölfrissülök, újra élni kezdek, megtisztulok. Egyszerűen nagyon szeretem. Még úgy is, hogy csak mondjuk órákon keresztül a nyíregyenes úton a fenyőerdő közepén, néha egy-egy tó fölcsin, a holdat úgy vezetek, és semmi egyébként sem. Tehát ennyi. Na, hát szóval ilyen Helsinki. Ezer, így van, 1550-ben ezen a napon, június 12-én nyilván valamiféle alapító bokirathoz kapcsolódik ez, mert egy város nem egy csapásra egy nap alatt alapítunk. Még egy esemény, amit érdemes megemlíteni, 1964-ben halálra ítélik Nelson Mandela, dél-afrikai emberjogi harcos, később kormányfőt, és hát szerencsére ezt ugye nem hajtották végre 90-ben. Szabadul így is egy méretes börtönbüntetésre ítélték, és hát sokszor így is hívják, mert hogy a 466-os számú fogoly volt, és 466-64-es számmal szoktak rá utalni, talán van is egy ilyen weboldala az egyik ilyen civil szervezetnek. Jaj, erről is emlékem élményem van, ami azért érdekes, mert hogy egyáltalán nem kapcsolódik helyszínileg Dél-Afrikához. Egy véletlen folytán, ezt elmeséltem, de csak röviden akkor visszatérek rá, annyira rossz idő volt, hogy amikor keresztül akartam utazni Kanadát, az a 4,5 napos egészen elképesztő vonatút a Kanadán keresztül, olyan sokat álltunk, folyamatosan álltunk, olyan elképesztő hideg volt, hogy lerohadtak tehervonatok, és ugye nem lehetett keresztezni velük bárhol, hogy félúton leállt a vonat, és nem ment tovább, és Winnipegbe ragadtam, illetve hát ugye ott onnantól törölték a további utat Torontóig, és az állomás mellett van az Emberi Jogok Múzeuma. Uh-huh. És egy időszakos kiállításon az apartheidről volt, és tudtam, hogy van valami 6 órán, mert átfoglaltam, meg repülővel megyek tovább, stb. És a végén már mindenképp akartam városba mászkálni, házról házra a -25-be, ez egy érdekes vélemény önmagában, de annyira jól meg volt csinálva az a múzeum, hogy alig bírtam leszakadni, mert felét eltöltöttem a mandelás apartheides résznél, nagyon szépen meg volt világítva az egésznek a háttere, nagyon jól meg volt csinálva, és az egész maga az épület, az a 10-sok emeletes palota azon belül, hogy a kiállítások el vannak rendezve, teljesen beszippantott. Szóval eljutottam a városba, ahova nem terveztem, áthaladni, és olyan élményeim vannak, hogy tényleg ajánlom mindenkinek, ha valaki éppen Kanada közepére téved. Na, hát akkor egy kis születésnaposról is megemlékezünk. 1877-ben született Edith Rosenbaum divattervező. Ő volt az egyik megmenekült utasa a Titanicnak, első osztályon utazott. Anne Frank zsidó lány is ma született, június 12-én 1929-ben Hollandia náci megszállói elől rejtőzve írt a naplóját, ugye ez az ő világhírű műve, ezt tette őt ismerté, és Chick Corea, amerikai zongorista, zeneművész is ezen a napon született, őt még köszönhetjük is, 1941-es eredeti nevén Armando Anthony Corea az ő neve, de hát a Chick Corea művésznévként, vagy művésznéven alkotott, és a így ismerik. Jobban hangzik. De hát persze, igen, kezelhetőbb, lássuk be, igen, mint egy ilyen háromelemű név. Na, hát gondolom nem tőled, de valamivel elkezdjük a mai zenei repertoárt, és... Egy jó kék nyúllal. Egy jó kék nyúl, hát az is jó, messze van Chick Coreától, de kezdésnek szerintem jó lesz, utána megnézzük ezt a billentyűs részebben is erős. Így van, így van. És akkor amit már itt pedzegettünk, hogy egy méretes zakó bontakozott ki az amerikai tőzsdéken tegnap, azzal foglalkozunk majd a zene után. Lapszemlét kihagyod. Ja, és közben lapszemle. Ja, tényleg. Valahogy beillett.